Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Potápi Árpád János Torockón a közösségek fejlesztése a cél a nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint. Vitéz lélek Tamás Járon darabját mutatták be Szekszárdon. Székelyek, német táncok, zenék ünnepeltek a kulturális együttesek Hímesházán. Fesztiváloztak a Baranya megyei Hidason, kulturális műsort adtak a nemzetiségi együttesek. Nem sikerült megtörni a magyarságot. Ez volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőinek Torockón elmondott ünnepi beszédének vezérgondolata, amelyet a Nemzeti Összetartozás napján mondott el. Az államtitkár ezt követően egy dombóvári óvodaavatól összefoglalta a következő időszak legfontosabb feladatait. Megítélése szerint a jelenlegi ciklusban a legfontosabb a közösségek építése lesz, ez szolgálja majd a nemzetpolitikában minden lépés és intézkedés. A Nemzeti Összetartozás napján Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Torockón a Dunanapon mondott beszédében megemlékezett a 102 évvel ezelőtti trianoni békediktátum hatásairól. Amely békediktátum gyakorlatilag a magyarságot, a magyar nemzetet és Magyarországot akarta megszüntetni, elpusztítani, eltörölni a föld színéről. Ma itt mi közösen kijelenthetjük, hogy a nagyhatalmaknak ez a szándéka nem valósult meg. Itt vagyunk, magyarok vagyunk, és a Kárpát-medencében még mindig mi vagyunk a legtöbben, és reméljük azt, hogy nem csak itt Erdélyben, hanem szerte a világon, ahol magyarok élnek, magyar közösségeket alkotunk. Azt akarjuk, hogy a vesztes 20. század után a 21. századot megnyerjük. Gratulálok önöknek is ehhez a kitartáshoz. Ma délután, vagy ma délben 345 ezeren voltunk ott a csíksomlyói nyeregben, és ünnepeltük együtt az összetartozásunkat, amely nem csak felemelő érzés, hanem számunkra élmény is. Ott voltunk lovaszarándokok, ott voltunk motorosok, biciklisek, gyalogosok, Erdélyből, Magyarországból, a világ minden tájáról. És akik egyszer látták és megérezték Csíksomlyónak a hangulatát, a szellemét, azoknak az időszámítás már nem új év napján kezdődik, hanem pünköstől pünkösdig tart, és már alig várjuk, hogy a következő pünkösdön is ott lehessünk. A nemzetpolitika számára a jövőben is a közösségek építése jelenti a legnagyobb feladatot. Minden, ami a következő ciklusban történik, ezt a célt szolgálja majd, jelentette ki Potápi Árpád János. Minden támogatáson túl, ami a magyar közösségeknél megjelent, és forrásokban jelent meg, nagyon sok számot és adatot lehetne mondani, felsorolni. Néhányat hadd tegyek meg, hát egész Kárpát-medence szinte 3000 új templomot, illetve templomfelújítást tettünk meg, egyházi közösségi tereket újítottunk meg, ez Magyarországra is értendő és határon túlra is értendő, iskolákat újítottunk fel, egyetemeket, főiskolákat építettünk, újítottunk fenn, tartunk fenn, és emellett pedig megindítottuk az óvodafejlesztési programot 4 ütemmel, közel 1000 óvodát újítottunk fel, illetve újakat építettünk, és bölcsödéket. Ezek mind olyan impozáns számok, amelyek azt megelőzően abszolút nem jellemezték a nemzetpolitikát. Nyilván ezt szeretnénk folytatni, de ami a legfontosabb az, hogy az elmúlt 10-12 évben elértük azt, hogy a nemzeti összetartozás érzése és élménye a magyar emberekben éljenek akár Magyarországon, vagy a szomszédos régiókban, országokban, térségekben. Ugyanígy megjelent, illetve a diaszpora magyarságánál is. Úgyhogy örüljünk annak, hogy a nemzeti büszkeség, a nemzeti érzések azért megint ott vannak az emberekben, és igenis egyre többen vallják magukat büszkén magyarnak. A nemzetpolitika súlypontja továbbra is az identitás megőrzésén van, jelentette ki az államtitkár. Mindent ennek rendelünk alá. A gazdaság fejlesztés is ezt jelenti, tehát a szülőföldön való boldogulás,
kifejezetten fontos feladata a nemzetpolitikának, bár nem a miniszterelnökség végzi alapvetően ezt a munkát, mert a pályázati összegek a KKM-nél jelennek meg. A mi feladatunk ezt támogatni, előkészíteni, illetve nekünk a hálózatépítés az, ami fontos. Tehát azon túl, hogy pályázati pénzekhez jutnak magyar vállalkozók, akik magyar embereket foglalkoztatnak, és ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy magyar embereknek ne kelljen Nyugat-Európába elmenniük, vagy még messzebb munkáért, vagy a munka miatt. Ezért ez egy fontos nemzetpolitikai eszköz, de mi emellett ezeket a vállalkozókat megszólítjuk, és belőlük egy olyan hálózatot építünk, ami konkrétan a gazdaságfejlesztésnek is jó, de arra is jó, hogy ez a réteg egy újabb közösség legyen. Bár ez is egyre inkább kérdéses szó, hogy mi az, hogy határon túli valaki, vagy határon túli vállalkozó, mert a legtöbb vállalkozónak Magyarországon is van vállalkozása, illetve magyarországi vállalkozók közül nagyon soknak határon túl is van vállalkozása. Ugyanígy, akik határon túlinak számítanak, azok az életük egy jelentős részét itt Magyarországon is élték, és dolgoztak, illetve tanulnak, sőt, most is napi vagy heti rendszerességgel ingáznak a térségek között. Egyébként ez már Magyarországról is igaz, elsősorban mondjuk Erdély irányába, akár Nagyváradot, akár Aradot vagy Temesvárt nézzük. A felnövekvő generációkban is erősíteni szeretnénk az összetartozás érzését, ezért indította be az államtitkársága a Határtalanul programot, melynek most a COVID utáni folytatáshoz szükséges feltételeit is megteremtettük, tette hozzá. Az előző években sok kirándulás kimaradt, a legtöbb kimaradt, azoknak adtunk lehetőséget, hogy az idén augusztus 31-ig bepótolják ezeket, illetve a most befejeződő tanév esetében ezt a határidőt kitoltuk december 31-ére, és mától pedig június 10-től be lehet adni az új pályázatokat a 7-es korosztálynak, mégpedig július 15-ig lehet pályázni. A Határtalanul programban, és reméljük, hogy minél többen teszik ezt meg. Ezt a megvalósítási időszak szeptember 1 és augusztus 31-e közé kellessen, tehát 2022-es, 23-as tanévet érinti ez a pályázat. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban mutatták be Tamási Áron Vitéz lélek című darabját, amit Mikó István rendezésében a Turaida Színház vendégszerepléseként láthatott a közönség. A színdarab egy hétköznapi székelyember humorral és tanulságokkal teli életéről szól. Tamási darabja azt a csodát mutatja be, ahogy a kisember a katasztrófák közepette is képes talpra állni, magára találni. Ez az újrakezdésről szól. Egy fiatal ember a háborúból hazaérve nem találja se a szülei házát, pontosabban romokban találja, se a régi szerelme nem várja meg, tehát egy egész életet újra kell kezdeni. Tulajdonképpen ez példázat, de annál, tehát nem, igazából ez egy olyan színjáték, ami az életünk. Tehát hol könnyezni lehet, hol sírni vagy nevetni. Tamásira amúgy is jellemző ez a sokféleség. És hát van egy szép nyelvezete a darabnak, ami miatt érdemes ezt elővenni, és hát manapság meg aktuális egy picit. A tanulsága az, hogy nem szabad feladni. Tehát lehet bármilyen mélyről elkezdeni, újrakezdeni, kellő erős akarattal és hittel. Ez a két fontos szó. Mindent meg lehet oldani. A darab egy kis székelyvilágot tár a nézők elé olyan figurákkal, akik mai szemmel nézve már egzotikusnak hatnak természetességükkel, naív bölcsességükkel és csavaros humorukkal. A főszereplő Kurkó
J. Kristóf, ő maga is erdélyi, tehát talán éppen arról a vidékről, ha jól tudom, Csíkból származik. Tehát neki például ezeket a mondatokat nem kellett. Nem is akartunk ugye, hogy tájszólásba beszéljünk, hanem mindenki úgy beszél, ahogy leírta Tamás, de neki ez meg zsigerből megvan. És szerintem szerencsés választás volt rábízni ezt a feladatot, és hát a többi szereplő is. Nem akarok senkit se kihagyni, maradjunk abban, hogy ő a főszereplő. És a közösségnek is van ereje, aki tudja segíteni azokat az embereket, akik érdemesek rá. Már pedig minden ember érdemes arra, hogy segítséget kapjon. És ami mindenen átíve, az a fajta szeretet, ahogy Tamási a figuráit megrajzolja, ez átsugárzik a darabon. Maga utána nem jött én? Én te utána. Mert nem előtted jöttem. Időben nem, talán egy év, ami eltelik, maximum kettő, az első és a harmadik felvonás között, tehát meglátjuk, hogy a fiatalembernek sikerül-e új otthon teremtenie, új kapcsolatot teremtenie. És Tamási tulajdonképpen ezt példázatnak is írta, tehát ha jól emlékszem, a műfaj meghatározásnál ez is szerepel, hogy példázat. De ezt nem kell ilyen szigorúan venni. Tehát ez nem egy olyan dolog, bár a nézők Thália templomába jönnek, de ez nem csak egy olyan dolog, amikor egy példázatot hallunk valakitől. Itt megélik a pillanatokat, a különböző történéseket. Hát tapasztalataim szerint közönség szereti. És már pedig, hogyha szereti, az két dologtól függ, hogy a színészek is szeretik, amit csinálnak, az író is szerette, amit írt, és végülis ez egy közös játék. A mű pont attól olyan sikeres, mert a története és emberközelsége révén olyan átlagpolgárokat tud megérinteni, akik könnyen tudnak azonosulni a darab mondani valójával. Próbált csomó olyan darabot írni, amely a szűk környezetében játszódott, tehát Erdélyben olyan figurákat, akiket ő nagyon közelről ismert, hozott föl a színpadra. Ilyen szempontból nagyon hálás dolog játszani ezt a darabot is. Tehát én már egyszer rendeztem az Énekes madarat, ott ugyan ezt az érzést éreztem magamban, amikor ezt játszottuk, vagy amikor rendeztem a kollégáimmal. És végül is ez egy színházi előadás. Egy estére nem csak úgy lehet elfelejteni a gondjainkat, hogy nevettetünk néha még öncélúan is, hanem igenis, hogy legyen egy kis katarzis, a színház lényege. A hit és a szeretet a legnagyobb mondani valója a darabnak, mely egyre inkább eltűnőben van a társadalomban. Ünnepeltek Hímesházán június első hétvégén. A Baranyai településen a Jubileumok napja elnevezésű fesztivált tartották, ahol több kulturális együttes alapítása alkalmából tartottak fesztivált a településen. Itt lépett fel a Rezeda Néptánc Együttes is. A faluban egyébként 2022-ben ünneplik a település 300 éves újraalapítását. Így egész évben különböző rendezvényekkel várják a helyieket és a távolról érkezőket is.
Himesháza lakosságának összetétele a II. Világháború után változott meg, amikor 84 bukovinai család érkezett ide Bácskából, ahová 1941-ben a magyar állam költöztette a bukovinai székelységet. Az évszázadok alatt betelepült német és székely népcsoportok hűen őrzik hagyományaikat. A faluban felállított székely kapu is jelzi, hogy Himesházán bizony nem csak németek, hanem székelyek is élnek. A Rezeda néptánc együttes tagjai között vannak diákok, Németországban dolgozók, itt született, valamint határon túli, erdélyi, felvidéki, délvidéki magyarok, a néptáncot, népzenét, népi kultúrát szerető lányok, asszonyok, legények. A tánccsoport színes műsorral készült a jubileumok napjára. A tánccsoportunk 2007-ben alakult fiatal, de amatőr felnőttekből, és hát azóta szerencsére töretlenül tudunk együttműködni. Igazából helyi fiatalokat szólítottunk meg, hogy a Himesháza egy sváb település, de azért néhányunknak van székely gyökere is, például nekem is édesapám, nagyszüleim Erdélyből származnak, és innen is jött az ötlet, hogy jó lenne egy kicsit megnézni, hogy hova is nyúlunk mi vissza, és magyarországi táncokat, meg erdélyi táncokat táncolni. A tánccsoportunknak jelenleg 7 párja van, tehát 14 aktív tagja van. Az elmúlt években körülbelül ilyen 8-9 párral működtünk, hol kicsit többen, hol kicsit kevesebben, és ahogy azt említettem is, egyaránt igyekszünk erdélyi táncokat is tanulni, meg magyarországi magyar táncokat is. Sajnos új tagokat nagyon nehéz toborozni, pedig minden lehetőséget megragadunk, hogy próbáljunk megszólítani embereket, de igazából úgy látom, hogy akik alapító tagok voltak, ők maradnak, és hát tényleg nehéz így már megszólítani a fiatalokat, mert nagyon sokan elmennek. Tehát akik itt maradtak Himesházán, itt járnak a gyerekeik iskolába, így mi maradtunk, így a mi korosztályunk. Hát sajnos én úgy veszem észre, hogy a településen több csoport is működik, és mindenhol nehéz, főleg ez a vírushelyzet. Tudom, hogy mindenhol most ezt a vírust emlegetik, de ez tényleg nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy az emberek kimozduljanak, és valami közösségi dolgot csináljanak. Tényleg ez egy kikapcsolódási lehetőség is, de mind a mellett igyekszünk példát mutatni a gyerekeinknek is, a környezetünknek bemutatni, hogy itt azért a sváb mellett van egy székely is, magyar is, és hogy minél színesebbé tegyük a falu életét, igazából ez is egy cél. A gyerekem az imént a német gyerektánccsoportban szerepelt, majd fülelnem kell, mert mindjárt a nagyobbik lányom szintén a német tánccsoportban szerepel, és annak idején én is szerepeltem német tánccsoportban, aztán gyorsan átöltöznek és áthúzzák a magyar ruhát, szóval itt azt gondolom, hogy ez teljesen jól működő dolog, és aki az egyikben részt vesz, szívesen részt vesz a másikban, és nincsenek egyáltalán ellentétek, igyekszünk mind a két részét megtartani, megőrizni. A himesi népcsoportok kiállták a legnehezebb idők próbáját is, és hagyományaik ápolásával megőrizték színes kulturális örökségüket. A Népek Barátsága Egyesület 1990 óta működik, és fogja össze a helyi székely, magyar és sváb lakosságot, szervezi programjaikat. A templomtól nem messze találjuk a település tájházát. A Heimat Múzeumban egy szobát kaptak a székelyek is. Fesztivált tartottak a Baranyai Hidas lakói. A település szülöttéről elnevezett eseményen bemutatkoztak a falu kulturális csoportjai. A cigány, német táncok, zenék mellett a bukovinai székelyek is színpadra léptek, hogy bemutassák műsorukat. Néptáncosok a színpadon a Baranyai Hidas helyi programján. A falu híres szülöttére emlékezve rendezik meg évente, június elején a Kardos Fesztivált. A Hidasi Tájházért Egyesület a 2000-es évek második felétől kezdte ezt a hagyományt. Ugye jelen pillanatban én vagyok a Tájházért Egyesületnek a vezetője, de az elődöm, Videc Ferencné Marika néni, ugye tulajdonképpen ő álmodta meg ezt az egészet. És a település valamikori földesurának, Kardos Kálmánnak, aki egyébként Pés alispánja is volt, és országgyűlési képviselő, tehát tulajdonképpen a falunak egy úgymond híres szülötte, ugye ennek emlékére, hogy e köré építettük fel ezt a fesztivált. A
fesztiválon fellépő együttesek, amatőr zenekarok vagy táncegyütteseket próbáltuk úgy felhívni, vagy összehívni mindig, hogy lehetőleg pont az amatőr jellegre tekintettel, illetve hát az, hogy ugye minél több nemzetiségű legyen ez a műsor. Ugye mai napon voltak roma fellépőink, most lesznek a hidasi helyi néptánc együttes, akik ugye a székely hagyományokat elevenítik fel, és illetve hát a műsor zárásaként majd a Mecseknádasdi német egy nemzetiségi együttes fog táncolni. Tehát próbálunk egy ilyen kicsit nemzetiségi szinten is több színűt adni, akkor a fellépőknek az életkorában is, tehát ugye vannak gyerekcsoportok, ugye azért meg akarjuk mutatni, ha más nem a helyieknek, de az ide látogatók is ugye, hogyha eljönnek, akkor azért lássák, hogy itt Hidason is igenis, hogy vannak ügyes iskolásaink, ügyes óvodásaink. Nemzetiség is bemutatkozott a színpadon, köztük a székelyek tánccsoportja. Hidasra 1945-ben települtek, itt telepítették be úgynevezett bukovinai székelyeket. A helyi német lakosság nagy részét, szinte 70-80%-át is ugye kitelepítették akkori Németország területére, de jelenleg itt maradt német lakosok, és ezt kiegyenlített különféle népekkel, nációkkal úgy mondjam, de jelenleg éppen a roma kisebbségnek a táncát látjuk, tánccsoportját, de ezen az alkalomkor német együttesek is szerepelnek, mint a jelenleg éppen a színjátszó csoportunk egy gyermek is német játszát, vagy nem is tudom mit ad elő, és mint a bukovinai hagyományőrző néptánc egyesület, mi képviseljük a székelységet. Az első blokkunk a Hidas Néptánc és Hagyományőrző Egyesület felnőtt csoportjától nyárádmenti táncokat láthatnak, majd ezt követően a gyermekcsoportunk Vonatra várva címmel, a koreográfiánknak a kis címe, ugyanis a Bukovinából való Bácskába telepítés alkalmával a vonatra várták az állomáson, és örvendeztek gyermekek, felnőttek, szinte táncra perdültek, hogy hazajöhetnek úgymond az óhazába, ismét Magyarországra. És abból készült egy koreográfia, majd a harmadik blokk szintén a felnőtt táncosaink mezőségi táncokkal fognak szórakoztatni a közönséget, melybe és mely keretében megemlékezünk az összetartozás napjáról is. A táncosok között ott volt a művészeti vezető fia is. 2008-2009-ben voltam először Bonyhádon táncházba. Az egy nagyon egyedülálló táncház a Bonyhádi, szerintem az országon kevés olyan van. Most azért mondom, hogy egyedülálló, hogy nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, vagy ha más táncához képest, egyszerűen egyedülálló. És akkor ott elkapott ez az őrület. Akkor hát tulajdonképpen az összes táncos barátom így kezdte. Szerette volna fölkérni a kiszemelt lány, de hát az kéne tudni egy-két lépést. És akkor evidens volt a helyi táncos csapat. Bonyhádon táncoltam egy darabig, és akkor 2011-ben, ha jól emlékszem, akkor megújult a Hidas Néptánc Egyesület. És akkor a vezetőség cserélődött, a új tagok jöttek. És akkor kezdtem el 11-től hidasan táncolni, egészen 2015-16-ig, és akkor elkerültem külföldre, Pécsre, és akkor ezt a táncházas dolgokat inkább úgy Pécsen éltem meg. Tehát nem tudtam úgy ingázni, tehát elmaradt ez a hidasi csapat, viszont tehát ugye a tánc szeretete megmaradt. Akkor később elkezdtünk hegedülni, ismerősökkel, barátokkal, kis zenekar, kis bandák, és akkor benne maradtunk ebbe a dologba. És akkor mert a mai alkalomra úgy volt elvileg az eredeti felállás, hogy nem lesz teljes a csapat, nem lesz meg a teljes létszám, és akkor úgy visszacsábítottak régebbi táncosokat, köztük engem is. És akkor, de hál' Istennek végül is úgy alakult, hogy mindenki el tudott jönni, majdnem a teljes csapat. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy egy 3 vagy 4 éves kihagyással most akkor újra itt táncolok hidasan. Hát ezekben az egyesületi berkekben. Aki néptáncol, az általában foglalkozik a népzenével is, vagy a hagyományőrzésnek egyéb ágaival, vagy
néprajzos beállítottságú. Én úgy vettem észre, hogy ezek az embereknek a gondolkodásmódja a mai világban, hát hogy is mondjam, sokkal inkább előre viszik az embereket. Tehát itt az értékekre gondolok, gondolkodásmódra. Ezt tudom mondani egy első körbe. Hát jó, hát mi nyilván azért szeretünk táncolni, gondolok itt a rokonokra vagy a barátokra itt a környéken, mert hát jól esik az az érzés, amikor tanulunk egy táncot egy oktatótól, és pontosan tudjuk azt, hogy 100 vagy 150 évvel ezelőtt ugyanígy táncolták a dédszülők vagy az ükszülők, még annak idején kint Bukovinában akár, vagy határon innen túl. Hát szerintem ez egy szép dolog, jó dolog. Meg hát a néptáncos közeg az egy nagyon összetartozó, nagyon jó kis csapat. Akárhova megyünk a világon, szerintem ezt így érdemes ápolgatni. Meg hát, hogy az emberek kicsit táncot tanul, zenét, hát kevesebb nem lesz tőle, csak több, azt mondom. A településen 1990-en laknak, közülük közel 8%-uk németnek, 4%-uk cigánynak, 88%-uk magyarnak mondja magát a 2011-es népszámlálás adatai alapján. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!